Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Telve van a föld az Úr irgalmával, az egek az Úr szavára lettek. Alleluja. Május első vasárnapján különösen is sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat, hiszen ők azok, akik igent mondtak az életre. Ők azok, akik világra szültek, és ők azok, akiknek olyan sokat köszönhetünk. Mai nap emlékezünk a hivatásoknak a világnapjára is. A papi és a szerzetesi hivatásokért is imádkozunk, hogy legyenek pásztorok, hogy legyenek, akik segítségére sietnek Jézus Krisztusnak, az ő népe pásztorolásában. A Szent Mise kezdetén vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk. Hálát adunk néked, nagy dicsőség.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe. Jusson el híveid gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Pünkösd napján Péter a 11 apostol kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt. Tudja meg Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette. E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt, mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Péter azt felelte, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk, Istenünk hívja őket. Még más szavakkal is bíztatta és buzdította őket. Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek tért meg. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Zöldellő mezőkön terelget engem, csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az igazság ösvényén vezet engem, ahogyan ő megígérte. A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, biztonságot
magad vesződ és pásztorbotod. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Számomra asztalt terítettél, hogy üldözőimet szégyen érje. Fejemen illatos olaj csillog, serlegem megtöltött bőkezően. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Jóságod és irgalmad nyomon követ életemnek minden napján. Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünhet nélkül. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Szent lecke Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, ha jót teszitek, és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok. Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnöknek és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt. Bizony-bizony, mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik hangját. Az idegent nem követik, sőt, elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta. Bizony, bizony, mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a húsvét negyedik vasárnapja hagyományosan a jópásztor vasárnapja, a hivatások világnapját is ekkor ünnepeljük. És eszembe jut, hogy még tavaly előtt és az előző években én is ilyenkor egy-egy plébánián töltöttem ezt a hétvégét, és azon a helyen beszéltem így a híveknek, osztottam meg a tanúság tételemet, hogy miért is indultam el arra az útra, amire elindultam és jelentkeztem papnak. Én is emlékszem, hogy amikor kispap voltam, még ha nem is tegnap volt, elindultam legelőször egy kis faluba, a Váci Egyház megyébe, és ott hirdettem, hogy Jézus Krisztus meghívott az ő szolgálatára. Akkor még nem tudtam, hogy mit is jelent az, hogy másokat pásztorolni, de azt hiszem, hogy nagyon lelkesen érkeztem abba a kis faluba, és beszéltem erről. Aztán később már hozzánk jöttek így kispapok, és ők prédikáltak így a testvéreknek, és ez mindig nagy örömmel töltöttem. Most ugyan nincs itt közöttünk egy kispap, erre így nincsen lehetőségünk, de azért mi fölidézzük ezt, hogy milyen jó, hogy ma is vannak fiatalok, akik lelkesen tudják hirdetni Istennek az igéjét. És ahogy mondtam, Jézusra emlékezünk, a jó pásztorra ezen a vasárnapon. Olyan szép ez a kép, amit már az Ószövetség is használ, és ezért is kellene az embereknek érteniük, amikor Jézus mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, de nem értik. Az Ószövetség is már arra használta a nyáj és a pásztornak a képét az emberekre, a hívekre és Istenre. Nem értik. Nem értik, de Jézus még nyomatékosabban kimondja, hogy én vagyok az ajtó a juhok számára, és csak rajtam keresztül lehet eljutni Istenhez. Az evangéliumban azt is mondja Jézus, hogy ő a nevükön szólítja az ő juhait. Vagyis a nevünkön szólít bennünket. És amikor fölismerjük a másik emberben azt, hogy ő egy ember, aki fontos számunkra, és a nevén szólítjuk, akkor mintegy kimentjük őt a tömegből. Ugye Péter apostol ezt kéri az emberektől, engedjétek, hogy megmentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Egy kis videó jut eszembe, amit a héten mutatott nekem itt a plébánián a munkatársunk, hogy ebben a kis videóban egy ilyen biztonsági kamerának a felvétele volt, és mutatta, hogy valaki nagyon-nagyon dühös egy ilyen vonat megállóban, és elment mellette egy édesanya egy kis kocsival,
és egy, tehát egy pár, és megálltak. Látták, hogy nagyon dühös, nagyon reménytelen ez az illető. És az egyikük visszafordult, és közeledett hozzá, mire az illető éppen akkor látva, hogy közeledik egy vonat, elkezdett szaladni, hogy ő most a vonat elé ugrik. És az az illető, aki visszafelé jött, hogy beszéljen vele, ő is elkezdett futni, és sikerült még az utolsó pillanatban visszarántania őt, megmentenie így az életét. Azt hiszem, hogy valami ilyesmit tesz egy jó pásztor is, amikor azt látja, hogy a másik az a reményét teljesen elveszítette, akkor ő a saját életét is kockáztatva megpróbálja megmenteni a másikat. Hát pont ezt tette Jézus is, hiszen az életét adta értünk. Ő tudta, hogy föl fog támadni, de senki más rajta kívül ebben igazából nem lehetett teljesen biztos, kivéve talán a szűzanyát. Igen, hiszen szűzanya olyan bensőséges kapcsolatban volt Jézussal, hogy az egész életüket átszőtte ez a kapocs. Hiszen igent mondott a szűzanya Isten fiára, és érlelődött benne már a fogantatás pillanatától ez a kapcsolat, ez a szeretet szál, ami végig kíséri az egész életüket, és így lesz a szűzanya a mi édesanyánk is. És május a szűzanya hónapja. Ilyenkor összeszoktunk gyűlni a szentmiség előtt, és el szoktuk imádkozni a loretói litániát, kérlelve Istent, kérve a szűzanyát, hogy járjon közben értünk Istennél, és segítsen nekünk a hétköznapi gondjainkban, az ügyes-bajos dolgainkban, legyen a közben járunk Istennél. És ezt ma is megtehetjük, ahogy itt már beszélgettünk róla. Májusban nekem még eszembe jutnak ezek a kis szentek is, Szent Jácinta, Francesco és Lucia, a fatimai kis szentek, akik ráadásul még pásztor gyermekek is voltak. És egy különös módon, egy kicsit leegyszerűsítve olykor a rózsafűzért, de mégis nagyon-nagyon sokat imádkoztak, ugye úgy gyorsították a rózsafűzért, hogy a mi atyánk helyett nem mondták el az egészet, csak annyit mondtak, hogy mi atyánk, a kis szemekre pedig 10-szer elmondták azt, hogy üdvözlégy, de nem mondták el az egész üdvözlégyet, csak ennyit, hogy üdvözlégy Mária, és így gyorsítva mondták végig kisgyermekként a rózsafűzért. Talán lehet, hogy adott esetben egy betegségben nekünk sem lesz sokkal több erőnk ahhoz, hogy többet imádkozzunk, de hogyha Jézusnak és Máriának a nevével tudunk imádkozni, akkor már összekapcsol ez bennünket a mennyek országával. Imádkozzunk most, hogy valóban meg tudjuk ezt tapasztalni. Istennek azt a jelenlétét, amely egy pásztor jelenlét, aki a nevünkön szólít bennünket, és kiment bennünket a halálnak a veszedelméből. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi legfőbb pásztorunk. Kérünk Téged, vezess minket ezen az úton. Mutasd meg, hogyan tudunk egyre közelebb kerülni egymáshoz. Nevünkön szólítasz bennünket, és édesanyát adtál nekünk a kereszten. Szűz Mária, égi édesanyánk, imádkozz érettünk. Amen. Testvéreim, most valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól,
Valóságos Isten a valóságos Istentől. Születed, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim Krisztushoz, örök főpapunkhoz, aki jó pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket. Áld meg, Urunk, Ferenc pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Légy, Urunk, pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, és támasz belőlük szent papi és szerzetesi hivatásokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősségteljesen elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, Te a jó pásztor, életedet adtad érettünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a Te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten színe előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szent Lélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme, hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi, zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus,
Te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizzen meg minket az örök életre. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben, zöld ellő réteken át helyet nékem. Csöndes folyóvizek mellett nevelt föl engem, felüdítette az én lelkemet. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Feltámadt a jó pásztor, aki életét adta juhaiért, és meghalt az ő nyájáért. Alleluja! Közösen mondjuk most a lelki áldozás imádságát. Uram, Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet,
mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. Ami Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben, és halálom után is. Amen. Könyörögjünk! Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, és juhaidat, akiket fiad drága vérén megváltottál, vezesd az örök élet országába. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Szeretettel köszöntjük még egyszer az édesanyákat, a Jóisten éltesse mindannyiukat, mindannyiótokat. Köszönjük, hogy igent mondtatok az életre, és imádkozunk azért, hogy százszorosan kapjátok vissza mindazt a jót, amit gyermekeiteknek adtatok. Szűzanya hónapjában különösen is bátorítjuk a testvéreket a rózsafűzér vagy a Loretói litánia imádkozására. Ez utóbbi járvány idején különben is szinte alapvető imádsága volt a katolikusoknak. Szeretnék köszönetet mondani az adományokért. Ezen a héten is nagylelkű adakozásnak voltunk tanúi. Akik nem tudnak utalni a plébániájuknak, nyithatnak egy otthoni malacpersejt, borítékot javasolta egy paptársam a híveinek, amiben a járvány idején gyűjtjük a persejbe szántakat. Köszönjük! Szeretettel ajánlom a testvéreknek a Jó Pásztor című kis Riska bábfilmünket a video.riskabábfilm.hu oldalon, ahol a járvány idején bárki regisztrálhat. A Kapos Televízió vasárnap 10 órakor és délután 5 órakor, Somogy Televízió vasárnap 11 órakor és 16:30-kor, fél 5-kor közvetíti szentmiséinket. Hétfőn a Somogy Televízió délután 5 órakor ismétli, csütörtökön pedig Somogy Televízió délután 4 órakor, Kapos Televízió pedig 5 órakor adja újra. Megtekinthető a YouTube-on, illetve Okos Televízión, a Somogyi Mise YouTube csatornán. Szeretettel várjuk a testvéreknek a leveleit is a siofok.plébánia@gmail.com e-mail címre. Imádkozzunk a betegekért, orvosokért, ápolókért, elhunytakért és családjaikért. Talán hallották a testvérek, hogy Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is egy évvel később lesz a járvány miatt, de mi folytassuk az imádságot érte, mondjuk el közösen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus imáját. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa
és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Krisztus fel.